Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják főbb híreink néhány mondatban. Hatékony az országos hibabejelentő oldal, már a pécsiek is beküldhetik észrevételeiket a közterületi problémákkal kapcsolatban. Különleges nemzetközi tornára készül a pécsi csapat, Triestben mérettetik meg magukat az Insi Dinamo játékosai. Pécsi önkéntesek is segítik a városlakókat a közterületen fellelhető problémák megoldásában. A járókelő.hu országos weboldal egy éve érhető el a Baranyai Vármegye székhelyen élők számára. Ez idő alatt több mint 200 esetben sikerült orvosolni a bejelentett eseteket a munkatársak hatékony közvetítésének köszönhetően. Pécs közterületein több munkálat is zajlott a közelmúltban, melyeknek köszönhetően számos helyen megújulhattak a város útjai. Természetesen így is akadhat terület, ahol az autósok, gyalogosok közlekedését valamilyen akadály nehezíti. A járókelő.hu weboldal ilyen esetekben jó eszköz lehet arra, hogy az állampolgárok jelezzék az illetékesek felé az esetleges úthibákat, vagy ha például botlásveszélyes fedlapot, megdőlt jelzőtáblát, eldugult lefolyókat tapasztalnak. A portál országosan már 2012 óta segít a városlakóknak abban, hogy felhívják a figyelmet a közterületi problémákra a lakóhelyükön. Az online bejelentő rendszer Pécsen egy éve működik, 5 ügykezelő önkéntessel. A beérkezett jelzések sorsáról Peták Péter, az Emberség Erejével Alapítvány munkatársa beszélt stábunknak. Vannak ilyen segéleteink, és ki tudjuk keresni, hogy hova továbbítjuk. Igazából illetékesekhez továbbítjuk egy közérdekű bejelentés formájában, amit a járókelő közhasznú egyesület, mint ezt a járókelős webfelületet üzemeltető és 120 önkéntessel dolgozó szervezet hivatalból akkor megteszi a illetékes felé, és akkor az illetékes válaszol, vagy azt, hogy nem ő az illetékes, és akkor mi megyünk tovább, tehát ezt mindnek tesszük az állampolgár helyett. Az online felület felhasználó barát és könnyen kezelhető azok számára, akik rendelkeznek internet hozzáféréssel. Ez egy teljesen átlátható dolog, tehát könnyen online feltölthető a probléma egy fényképpel, egy térkép bejelöléssel, meg egy rövid leírással. Onnantól mi úgy intézzük, hogy látja a bejelentő, hogy ki mit csinált rajta, melyik ügykezelő önkéntes, kinek továbbította, milyen választ küldött, mikorra ígérte a megoldást, ezeket mind a státuszában jelöljük az ügynek, és így nyomon követhető a bejelentéstől a megoldásig, hogy hogyan alakul és milyen lépések történtek. A pécsi önkéntesek munkájának köszönhetően a városban eddig 246 esetben sikerült megoldást találni a közterületen előforduló problémákra. Felszámolták az illegális lerakókat a baranyai erdőkben, mint azt a Pécs Ma írja, a Mecsekerdő is bekapcsolódott a Tisztítsuk meg az országot elnevezésű hulladékfelszámolási programba, amely során a társaság nyáron több mint 160 köbméter illegálisan lerakott szemetet szállított el. A feladatra idén több mint 5 millió forint támogatást kaptak. Ahogyan az internetes portál cikke hangsúlyozza, az erdészeti társaság munkatársai törekedtek arra, hogy ne csak megtisztítsák az erdőket, de hozzájáruljanak a hulladékképződés megelőzéséhez is. Az akcióban érintett 10 ingatlan közül sok a Nyugat-Mecsek, valamint a Kelet-Mecsek tájvédelmi körzetben található, továbbá a természeti értékek szempontjából szintén kiemelkedő Natura 2000 területen. A leginkább szennyezetnek a Szentegát, Pécs, Komló, valamint Cserkút körüli erdők bizonyultak. Pécs hosszú távú zöld céljai között az egyik legfontosabb a széndioxid kibocsátás fokozatos csökkentése, majd 2030-ra a karbonsemlegesség elérése. A Biokom 2024-ben uniós támogatást nyert egy projektre, amelynek célja Pécs és Miskolc közlekedési rendszereinek fejlesztése a kibocsátásmentesség érdekében. Ennek keretében a 6 konzorciumi partner és a helyben élők munkacsoportot alkotva fogalmaznak meg javaslatokat a hatékonyabb és környezetbarátabb megoldásokra vonatkozóan. A pilot program a pécsi belváros szélén található célterületen a Rákóczi út, Petőfi utca, Mártirok útja, Kodály Zoltán út által határolt területen zajlik. A lakossági véleményeket október 4-éig egy a Biokom oldalán elérhető kérdőíven gyűjtik, annak kitöltése mindössze 5-7 percet vesz igénybe.
A felmérésről Kőhegyi Csaba, a Biocom Nonprofit Kft. Stratégiai vezetője nyilatkozott stábunknak. A Biocom Nonprofit Kft.-nek a feladata a konzorciumon belül az, hogy a magát a közlekedési szokásokat, illetve a lakosságnak a meglátásait, véleményét gyűjtsük össze és rendszerezzük szokások tekintetében. És ez tudja az alapját képezni majd a jövőben az intézkedések meghozatalára. És az is nagyon fontos itt a pilot program kapcsán, meg egy ilyen volumeni fejlesztési elképzelés és fejlesztési program kapcsán, hogy semmiképpen nem zajlódhat a lakosok a pécsiek bevonása nélkül, ezért is szeretnénk megkérni minden arra helyi pécsi lakost, célterületen élő lakosokat, illetve az összes olyan átutazót, aki a célterületen akár napi szinten átutazik, hogy töltse ki a kérdőívünket. Szeptember 28-án szombaton rendezik meg az olaszországi Triestben azt a tornát, amelyen a Pécsi Integrált Nappali Szociális Intézmények csapata is részt vesz. Az eseményre a Pécsi Közösségi Alapítvány élőadásának jóvoltából tudnak elutazni. Ezek a felvételek még májusban készültek az élőadás elnevezésű támogatói esten. Az esemény keretében a Nappali Szociális Intézmények pszichiátriai betegeinek foci csapata is bemutatkozhatott. Az adománygyűjtő akció nagy sikert hozott a Dinamo Inszi sportolóinak, hiszen több mint 1 millió forintot gyűjtöttek össze adományokból. Ennek az összegnek hála a héten most ők is ki tudnak utazni a szeptember 28-án Triestben rendezett nemzetközi labdarúgó tornára. A felkészülésről a csapat egyik tagja, Dani Sándor beszél stábunknak. Teremben játszunk 3-tól 4-ig, 3-as csapatokba, kispályán 7 perceket forgással, tehát hetente egyszer mérkőzünk meg, és csapunk össze, így készülünk erre a tornára. Az Inszi sportterápiás szolgáltatásának köszönhetően a magyar csapat nem először vesz részt a pszichiátriai betegek számára rendezett tornán, és mint ahogyan azt Nagy Kristóf elárulta, őket már vissza is várják a szervezők. Idén, hasonlóan a tavalyi tornához, tudtommal 4, illetve 5 csapat vesz részt majd a tornán. Ez 2 darab helyi triesti csapatot jelent, 1 velencei brigádot, és hát most nagy örömmel mondhatom, hogy minket most már egy ilyen szokás szerint, vagy hát hagyomány jelleggel már ki sem mernek hagyni ebből a történetből, mert egyből jön a megkívása, hogy biztossá válik, hogy szervezik a tornát. Nagy Kristóf arról is beszélt, hogy szeretnének a jövőben minél több tornára eljutni, és hasonló jellegű eseményeket itthon is megszervezni. Az ilyen programok és maga a focizás élménye is a csapat tagjai számára sokat jelentenek, hiszen azt érzik, hogy egy közösséghez tartozhatnak, a sportterápia pedig mentális egészségükre is jótékonyan hat. Iratunk végén néhány szó az időjárásról. Pénteken napközben derült időnk lesz, csak időnként takarhatják el felhők az eget. Megélénkül a szél, eső viszont nem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Heti hírösszefoglalónkkal holnap este jelentkezünk, viszontlátásra.